Érkezik a csapatzászló, ezzel a momentummal indult a Magyar Honvédség 12. Arabona légvédelmi rakéta ezred fegyvernemi napja, amit hagyományosan védőszentjük Szent Borbála napján rendeznek. Orosz szakaszvezető, önt légvédelmi tüzérré fogadom. Értettem! Ez pedig már az ünnepélyes tüzéravatás, az eskütétel után karlappal is szentesítették fogadalmukat. Ebben az évben 12-en léptek elő tüzérré, az ünnepi pillanatot díszlövésekkel pecsételték meg. Meg, díszlövés, tölts! Töltve! Tíz! Tíz! Természetesen a tradicionális pálinkaivás és a pohár elhajítása sem maradhatott el, az újdonsült tüzéreket pedig az előjárók köszöntötték, számukra mindig öröm ez a pillanat. Természetesen örülünk annak, amikor fiataljaink teljesítik azokat a követelményeket, ami után tüzérré, légvédelmi tüzérré, rakétatüzérré avatják őket. Legyenek jó katonák, becsüljék meg a bajtársaikat, amennyiben vezetők, akkor pedig a emberséggel bánjanak beosztottaikkal. A fennállásának 67. évfordulóját áprilisban ünneplő 12. Arabona légvédelmi rakétaezred egy rendkívül dolgos szakmai kihívásokban és nem várt feladatokban egyaránt bővelkedő évet tudhat maga mögött. A győri katonáknak számtalan esetben kellett bizonyítaniuk szakmai felkészültségüket. Légvédelmi rakéta ezred a szakmai feladatai mellett, ami hadgyakorlatokon való részvétel, kiképzésen való részvétel, emellett részt vett a határmenti feladatok ellátásában is. Az ezred katonái is váltásokban végrehajtották az idegen és biztonsági határzál melletti őrszolgálatukat. Az ezred életében idén a legnagyobb szakmai kihívást a csehországi Tobruk Legacy 2017 több nemzeti légvédelmi rakéta éleslövészet és harcászati gyakorlaton történő részvétel jelentette. Ez az éleslövészeten a NATO ellenőrei előtt az ezred állomány megmérettetett és elérte a kitűzött célt. Ezen kívül meg kell említeni mindenképpen az EUFOR 21 kontingens váltásának felkészítését. Ennek az ömét az ezred katonái adják, és a katonáink szeptembertől fél éves missziójukat teljesítik a balkáni hadszíntéren. Jövőre pedig ismét számos megpróbáltatás vár a rakétaezredre. Elég csak a Tobruk Legacy 2018 több nemzeti légvédelmi rakétaharcászati gyakorlatot kiemelni, melynek jövőre Magyarország lesz a házigazdája, és amelyel plusz feladat hárul majd a kontingensre.